szóval a mai témánk az pedig nem más lesz, mint a betegségem. Ebben választottuk arra, hogy miért vagyok ennyire ebben. Úgyhogy így körülbelül ennyi a mai téma. Meg ugye a szerelgetés, ez van. Minden jól megy. Hoppá! Egy takarékba berakjuk. Várjátok, átrakom kilométerbe, mert nem látom, hogy 989 kilométert mentünk. És a lényeg a lényegben, hogy ma reméljük meg lesz az 1000 kilométer. Nyilván meg lesz, simán meg lesz. Szerintem kérdés. De nem akarok 30-ra menni, jó nekem csak 20. Hogy most elég nagy szél van, nagyobb szél van, mint tegnap. És visszatérve a történetre, tehát kezdjük magát a dolgokat azzal, hogy mi is ez a betegség. Hát ez a betegség, ez tavaly kezdődött nálam. Ugye nagyban melóztam, ez az amaz, és elkezdett a nyakamon egy ilyen tök nagy daganat. Hát nyilván elején nem volt nagy, de én nem tulajdonítottam neki nagy történetet. Mondom, nyilván mandulán begyulladt, vagy valami, nekem megvan a mandulánnél, és majdnem egy. Hát ez annyira, hogy körülbelül így két hónap alatt azért elég nagy lett ez a daganat, mint egy tyúk tojás. Hát, csak nem olyan forma, hanem nyilván így jobban egy kicsit eloszulva a nyakon. De úgy elég nagy lett. És mondom, most már ezzel talán el kéne menni dokihoz. Egyre kényelmetlenebb volt aludni, mert ugye én az oldalamon alszom, és mindig azon az oldalon akartam aludni, ahol ez a daganat volt, és ugye a kezemmel, a párnával, stb. Ugye nyomtam ezt a puklit a nyakamon. És hát elmentem a dokihoz, körzetihez, ő adott ugye a fülorgégészetre beutalót, elmentem oda is, és elküldtek MR-re, ultrahangra, CT-re, minden fiszfaszra, meg vérvételre, mindenféle ilyen dolgokra. Aztán, hát nyilván Pali lenyújt a torkomon, én azt hittem hülyét kapok, majdnem lerókáztam, de mindegy, ez volt ugye így az elején, és meg kellett várni az eredményeket, meg a időpontokra menni, tudjátok, hogy tulajdonképpen, hogy mondjam, hogy várjatok bele, gabajodtam, mert közben itt jöttek, azt figyeltem. Szóval, hogy a időpontokra menni meg, mit tudom én, stb. Meg kellett várni az eredményeket, hogy mit hoznak ki belőle. Ekkor voltam olyan 83-84 kiló, és hát baromi étvágyam volt, ettem, mint a dög. Tehát, hogy semmi gond nem volt ezzel a történettel, és meglettek az eredmények, és igazából semmit nem mutatott, hogy valami gebasz lenne. De a daganat ott volt, tehát hogy ez nem az, hogy valahol volt a szervezetben, is nem látszott, hanem hogy baromira látszódott. És a hetek alatt egyre-egyre nagyobb jött. Annyira, hogy a végén konkrétan, hát hogy mondjam, mint hogyha a két kezed összerakod, azt odarakod a bal oldalathoz, a nyakadhoz. Tehát, hogy egy ilyen baromi nagy kukli volt. És nagy is, egész a gigántól, egész majd a gerincemig hátra, mire följutottam Pestre végül is, ugye a vizsgálatokkal, na de ne szaladjunk ennyire előre.
meglettek ezek az eredmények, majd ugye mondta a doki, hogy mozog ez a daganat, tehát hogy nem letapadva van, hanem lehet mozgatni, meg több ilyen nyirok csomóból áll, és hogy kéne belőle mintát venni, hogy most ez mi a gond vele. És úgy is volt, elmentem a vizsgálatra, ugye ez egy biopszia vizsgálat, ami annyit tesz, hogy nyakon lőnek, és hogy mondjam nektek, van egy cső, abban a csőben van egy olyan ilyen horgos valami, amit kilőnek belőle, ugye kimegy egy ilyen körülbelül másfél-két centre, amennyire a doki beállítja, egy kisebb cső, és amikor ugye az visszahúzódik, az magával húz egy szövet darabot tulajdonképpen. Tehát a csőben így benne van a szövet történet, nem tudom jobban elmagyarázni. És ja, tehát megvolt az első vizsgálat, elküldték a szövet mintát ellenzésre, jött vissza az eredmény, körülbelül másfél-két hét, amivel az volt, hogy nem sikerült a biopszia, semmi extra nincs a dologba, ismételt vizsgálat szükséges a fenti pesti doki szerint. Hát jó, a doki megint mondta, ugye, hogy oké, nem sikerült, úgyhogy biopszia, még egy lebengulé. És ezt tudni kell, hogy a legelső mintavételni ugye az volt, hogy ilyen helyi érzéstelenítése, tehát hogy kapná injekciót, és úgy lőnek nyakon tulajdonképpen egyszer, kiveszik a mintát, és akkor az megy a pesti onkológiára, vagy mit tudom én hova a tökönbe. És hát poén volt, mert a doki azt mondja nekem, hogy azt mondja, most mire beadom az injekciót, meg az hatni kezd, ugye kell ide egy, oda egy, amoda, tehát ugye ez három injekció, és igazándiból maga a műtét az annyiból áll, hogy nyakon lő, aztán megvan két pillanat alatt, és hogy ha gondolom, akkor csináljuk úgy, hogy ugye nem ad érzéstelenítőt, hanem gyors megcsinálja ezt a nyakon lövést, és akkor tök jó lesz nekem. Hát úgy is volt, mondtam neki, jó legyen, és akkor ugye meg volt az a biopszia nyakon lőtt. Olyan, mintha torkon rúgnának körülbelül egyébként. Na, mindegy. Tehát kezdődött a második műtét. Ugyanez a szitu. Jó, nem jön, hogy hívják, fájdalomcsillapító, hanem csinálja a biopsziát, és akkor annak megjön majd az eredménye. Úgy is volt, fájdalomcsillapító nélkül megint nyakon lőtt, hogy három szó, hogy biztos, hogy jó legyen a minta. Ők ütték, jött vissza az eredmény. Hát sajnos ez sem sikerült, de kellene valami másik vizsgálat is. Tehát ugyanígy még egy biopszia, plusz már nem emlékszem a nevére annak a másik fajta műtétszerű dolognak. Na, hát az pedig lenne annyiból állt, hogy ugye megint volt a biopszia, nyakon lőtt, levette a mintát, majd elmagyarózta, hogy hogy is fog zajlani a műtét, ami, hát műtét, nem tudom, hogy műtéte, nem műtét, csak ilyen vizsgálat, de ugyanúgy szövetmintát vesz, tehát hogy batja meg. Meg volt a biopszia, és akkor jött egy ilyen másik variációja, hogy az orrodon keresztül ledugnak a gigádba egy kamerát, és akkor ugye azzal tájékozódnak jobbra-balra, és azzal megnézik, hogy mi a helyzet. Ehhez viszont már használ érzéstelenítőt, hogy
ne hányjam le, vagy ilyesmi. Ugye azért az órodon dugják be a kamerát, hogy nehogy elharadt magát a vezetéket, meg bármi ilyesmi. És hát úgy is volt, először fújt mindkét óromba lidokaint, vagy hát mit tudom én, mi az a érzőstenit, azt hiszem lidokain volt. Majd egy ilyen injekciós tűn volt egy cső, azzal ugyanúgy ilyen lidokain-szerű történetet ledugta a torkomra, és akkor ott spiccelt. Hát mindjárt le is nyeltem, azt mondta, hogy ne nyelj le, vagyis hát nem baj, hogy lenyelem, ugye valahol ez egy természetes reakció, hanem hogy próbáljak levegőt venni közben. Hát mondom, bazd meg, itt fogok megfulladni egyszer a műtőasztalon, vagy mi fasznak hívják, és hát úgy is volt, hogy próbáltam ugye levegőt venni közben, mert mondta, hogy ugye most nyomom, és akkor vegyél levegőt, nagy levegőt. Hát vettem, mede. Ugye időközben elkezdtek hatni pillanatok alatt, ez ilyen nagyon rövid idő alatt játszott be, tehát nem 10 perc alatt óromba lőtt, aztán dumáltunk, vagy valami, tudjátok, nem ez így folyamat gyorsan próbáltak csinálni, ugye, hogy az a 10-15 perc, amik zajlik a hatása a lidokainnak, addig megbírja csinálni a műtétet. És hát elmondani azt, hogy az milyen érzés, amikor teli belőlük az órodat ezzel a lidokainnal, hát úgy mindjárt atnod nyálad összefolyik, baromira fáj, és utána ugye a torkodon, szintén a lidokain, akkor meg pedig azt se tudod, hogy most levegőt vettél, vagy nyeltél, vagy bármi történik, ugyanis ugye semmit nem érzel. Mármint, hogy nem érzed azt, hogy nyeltél, meg ilyenek, hanem olyan, mintha valami nagy beton vagy valami. Nem is tudom, mi lenne a torkodba. És hát ledugta a kamerát, és nézegette jobbra-balra, tekergettem, mit tudom én, húzza kifelé, és azt mondja, hogy hát ő valamit lát, ebből kell szövetmintát venni, és azt elküld. Hát mondom, de jó, bazd meg. És amíg az egyik óromba a kamera, addig a másik óromba beledugott egy ilyen hajlított ollószerű valamit, ami nem olló volt, hanem a végén volt ilyen vágó cunyó, amivel szövetmintát vett. Na hát ezt ledugta úgy jó mélyre, ugye az óromon keresztül, és hát amikor így rácsippentett arra a szövetre, amit vette a szövetmintát, na akkor már kezdett úgy szépen kimenni a lidokain hatása, és hát ott úgy majdnem úgy voltam, hogy megmarkoltam azt a nagy műtőasztalt, azt fölálltam bele majdnem, hát jó nyilván nem, de értitek a hasonlatot. Tehát, hogy az már baromra fájt. És nem, az a jó, hogy is tűzlődik, az a nincs. Tehát, hogy az már baromra fájt, és akkor ezek a szövetmintát, ugye a biopszia, meg amit a valami orgarat környékéről vett, ugye szövetminta föl lett küldve Pestre, ellenzésre, és az a minta már jó volt, tehát azt már tudták értékelni, és hát ott kijött, hogy rákunk van, tehát röviden szólva rágyatott vagyok, és innentől kezdve, ugye Pestre kell fölmennem, mert ugye a fülorgégész már nem tud velem mit kezdeni egyelőre, úgyhogy átadnak a testi onkológia, illetve hát, hogy mondjam, elmagyarázta, hogy valószínűleg sugár, meg kemó, mi fasz, és hogy azért ebben nem biztos, hogy beledöglök, hanem azért már tudnak mit kezdeni a rák bizonyos fajtáival, és
Hát innentől kezdve ugye Pestre kell járni kezelésekre, és elnézést, úgy is volt, fölmentem ugye Pestre az onkológiába, bementem a doktornőhöz, majd ő közölte, hogy mi a francot csinált a tatabányán, hogy ennyi ideig tartott, ugyanis ez az egész folyamat, hát majdnem fél évig elhúzódott, tehát onnantól kezdve, mikortól a dokihoz kerültem, és onnan, míg följutottam Pestre, ez körülbelül fél évvel zajlott, ami egy rák betegségnél, hát azért ott számít az idő, maradjunk ennyiben. És tehát, hogy számít az idő, és hogy mérges volt, hogy miért tartott ennyi ideig, míg én fölültöttem ugye Pestre. És hát mondta, hogy mi várható, mert körülbelül 35-41 darab sírátkezelés, illetve kemoterápia, ami ugye így zajlik, hogy infúzión keresztül kapod a platinát, vagy mi a tökön, és hát azt mondta, az nagyon megterhelő lesz, nagyon valószínűleg, illetve maga a sugárkezelésnek vannak mellékhatásai, ami szintén roppant kellemetlen, úgyhogy ennek álltam neki, és hát ugye itt még ilyen 80 kiló környékén voltam, ja, tehát már fogytam 4 kilót, nyilván ugye nem ment annyira a kaja, tehát kialvatlan voltam, ugye meló is mellette, meg mit tudom én, tudjátok, hogy mivel a daganat véget, ugye nem bírtam aludni rendesen, tehát ilyen órákat aludtam, és akkor fölriadtam, hogy mindjárt megfulladok, mert annyira nyomtam, mit tudom, a kezemmel, vagy a párnával, de van akkor, ami nyomta a vigyárnak. Mert hogy azért voltak egy szituk, és visszatérve a dokinő bíztatott, nagyon aranyos volt, nagyon rendes volt. Egyébként Tébányán is a doki is rendes volt. A csajok is, akik ott voltak, azok is tökre aranyosok voltak. Tehát, hogy gondolom az egészség minden, nem a dokikkal van a baj, hanem meg a pénz, ami oda jut, az megy a levesbe. Mármint, hogy nem a dokit viszik el, hanem hogy repütettek. Ha megvan szabó, hogy csak öt altatás lehet a gépbe, akkor hiába akar egy tizet csinálni. Na mindegy, ez nem nem tartozik. És visszatérve a dokinőre, írt föl gyógyszert, ez a Nutri-Drink, ez tulajdonképpen egy ilyen energiabombaszerű valami, ilyen körülbelül hát nem is tudom. 250 ml-es adagban kaptam. Vagy valami ilyesmi, lényegtelen a mérete. Az a lényege, hogy ilyen sűrített cumó. És több ízesítésben van. A lényege az, hogy mivel a sugárkezelésnél ugye a nyakamon a daganatot, azt ugye lövik több helyről, magával a sugárral, és hogy szét fog égni a gyilán, baromira fog fájni, begyullad, illetve magát, az egész szájpadlásodat, az egész szádat tulajdonképpen ugye szanaszét lövik sugárral, máshogy nem megoldható a történet ugye, és már mögötte van ugye a rákos daganat. Azért írtam fel ezt a Nutri-Drinket, mert hogy nem fogok tudni szilárd kaját enni, csak ilyen fiszempaszom löttyöket, meg ilyesmiket. Illetve előzünk őket.
Tehát, hogy szilárd korát nem fogok tudni, hanem csak jelöltjüket, meg ne is nagyon megyem azokat az ételeket, még ha tudom is enni, amik a kedvenceim, mert hogy nem fogom érezni az ízét, és meg fogok undorodni tőle, és akkor később nem fogom tudni enni azokat a kajákat. Úgyhogy nagyon jó kis kilátások voltak ezen, és úgy is volt, hogy körülbelül ugye megkezdtük a sugárkezelést, az annyit jelent, hogy télen nyáron nekem Pestre föl kell menni minden nap, illetve még mielőtt elkezdtük a sugárkezelést, volt egy ilyen CT-szimulátor, talán valami ilyesmi volt a neve, ami annyit tesz, hogy ilyen hőre szilárduló, rácsos műanyag maszkot készítenek minden egyes betegre. Ugye nem mindenkinek más a fejformája, stb. És azon a maszkon bejelölik, hogy magának a sugárnak, ugye, hogy hol kell átmennie. Illetve a másik célja ugye az, hogy fixen le legyen rögzítve a fejed az asztalon még fekszel, és ugye lőnek sugára. És nem találok olyan helyet, ahol szerelni tudnám, vagy tudnám. Faszom. Ahol tartottam. Tehát, hogy le van rögzítve a fejed, és akkor ugye úgy körülötted egy ilyen sugárbető gép, aztán az lő. Egyébként ugye ez a 35-41, összesen nem számoltam végre, nem érdekelt, hogy már nem nyithatók baszki, de ugye az volt, hogy elkezdtük a sugárkezelést, egyébként ez nem fájdalmas, ez a kezelés, hanem ez úgy van, hogy napi szinten kellett fölmennem Pestre, Tatabányáról Pestre, az onkológiára, és ugye mi kaptunk sorszámot, és akkor azt szerint ugye behívta, minden maszkon rajta volt a születési év, a név, a születési dátum, illetve a neved, és akkor azt mindig megkérdezték, hogy ugye biztos, hogy te vagy-e. Na, az nem, mi van itt? És mekkora futás van? Tehát, hogy ez nem fájdalmas. Ugye a sorszám alapján mindig, mikor fölmentünk, mindig időpont volt. Hál' Istennek sikerült kora délelőtti időpontot szereznem, vagy kérnem. És így elég hamar végeztem, mert tulajdonképp maga a kezelés az ilyen, hát egy ilyen 5 perc, talán. Lenézünk ide, itt mi a kut van. Úgy nagy tetszázások. Egy pillanatra megállunk itt. És azt a betegségről lefejlődünk. Úgyis most tűntött a 10 percet. Szóval aztán az volt, hogy jaj, csak úgy elhúznám. Már mennyire tudom. Szóval, hogy a betegség ugye elkezdődött a sugárkezelés. Előtte még tudni kell, hogy ugye a meló helyemen meg lett beszélve, hogy semmi gond nincs, megértik, hogy mi a betegség, meg stb. Nem kell daráznom, nem rúgnak ki. Hát elkezdődött a sugárkezelés, és egy hete tartott, igen, mert a második héten kezdődött volna, úgyhogy a kemót is megkapom,
és akkor behívtak melóba, és közölték, hogy itt egy papír, ha aláírom, akkor azonnali hatállyal kibírnak rúgni. Úgyhogy mondjuk, nagyon elkeseredtem, szerettem azt a munkát, és hát ugye reggel 7-től délután, reggel 8-tól délután 3-ig voltam, és hát én általában bementem reggel 5-6, fél hét körül, attól függően, hogy a kormányhivatalban ugye hol volt hiba, amit javítani kell, ugye gondolok itt a mennyezeti fénycsövekre, stb., hogy mégse az ügyfél fölött ugrál, tudod, amikor ott miután csináltatja a személyigazolványát, vagy stb., és akkor te meg ott létrán, ott a feje fölött ott tüzé szereled, a nyakába szórod az összes port, meg mit tudom, hát mindegy, ez csak egy apró részlet. És hát tényleg szeretem ezt a melót, tök jó volt, nagyon elkeseredtem végette. Ugye meséltem a dokinőnek is, hogy mi történt, hogy óram alá dugtak egy papírt, hogy írjam alá, és akkor ki vagyok rúgva. És mondta, hogy hát ugye én is mondtam melóba, hogy nem írom ezt alá egyelőre, ez egyeztetünk itt a doktorokkal, hogy mi a helyzet. És akkor mondták, hogy ameddig betegállományban vagyok, addig nem rúghatnak ki. Tudom, hogy van olyan, hogy kirúghatnak, de ők most így ebbe a szituba nem rúghatnak ki, ez a lényeg. És ment tovább a kezelés, stb. És ugye nem írtam alá a papírt, úgyhogy még mindig ugyanott melózom, de közölték, hogy ahogy visszamegyek, abban a pillanatban rúgnak ki. Szóval, hát ja, úgyhogy most a másik szar dolog az, hogy hogy hát a betegállományra, amit kapok pénzt, az valami iszonyat kevés basszától. Úgyhogy az semmire nem elég is. Nem tudom, hogy fogom megoldani például ezt a hónapot. Na mindegy, lényegtelen betegségre visszatérve. Ugye folyt tovább a kezelés, jött a kemó. Első nap, ugye mosás, az annyit jelent, hogy tulajdonképpen ilyen folyadékot kapsz, vitaminokkal, meg mindenféle olyan dologgal, ami főkészít majd a platinára, ugye, amit majd kapsz a folyadékban, és ja, hogy az első az csak olyan, tehát infúzióval, körülbelül egy olyan másfél óra alatt megvoltunk, és következett a másnap, na, akkor már kaptam a platinát, megkaptam, hát azt tudni kell, hogy ez a kezelés az olyan körülbelül 4 órán keresztül tart, ugye 4-5 óra, attól függően, hogy milyen hamar csöpög le az a franc, mert ugye nem lehet túl gyorsan, mert az meg árt a szervezetnek nagyon. És ugye ez a rádióaktív anyag, vagy mit tudom én, mi fasz? Nem tudom, hogy minek hívják orvosilag. Ez azért elkezd dolgozni a szervezetben. És ugye egész héten ugye kaptam ezt a kemót, vagy mit tudom én, és még furcsáltam is, hogy még már mondom, rajtam nem jelentkezik semmi tünet. Na addig, hogy pénteken kaptam ugye az utolsó kemót arra a hétre, és beszélgettem este egyik ismerőssel, Discordon, Dárkival, és ahogy is, hogy elköszöntünk, mert mit tudom én, rá egy-két órára, így valahogy már nem tiszták az emlékeim, így valami bődületes rosszul lét jött rám. Ami abból állt, hogy szédülés, hányinger, hasmenés, gyengeség, mi volt még? Láz, és ezek ilyen órás periódusokba váltották egymást, néha egyszerre volt egy-kettő ebből jelen, néha csak egy, és ezek így óránként, két óránként váltották egymást, úgyhogy szörnyű rossz volt. Főleg az a része, amikor a gyengeség. Tehát, hogy bakker.
ugye jött a közi hét, akkor ilyen pihentető térsebb sugárkezelést kaptam, és ott már kezdtek jelentkezni azok a tünetek, ugye, amiről beszélt a doktornő, hogy semmit nem fogok érezni, és mindennek rossz utóíze lesz, ugye ezért mondta, hogy ne egyek olyan kaját, ami a kedvencem, mert ugye megmondodott tőle az ember. És túlvészeltem igazándiból ezt a hetet is, tehát ez már a harmadik hét volt, sugár, meg kemó, mit tudom én, de a kemó az folyamatosan, tehát azt nem úgy kell képzelni, hogy megkapod a kemót, aztán egy napig szarul vagy, hanem majd egy hétig, tehát ugye szombat, vasárnap, hétfő, kett, szerda, erre tisztán emlékszem, totál szarul voltam, és tehát a hét közepe, meg a vége felé kezdtem úgy kitisztulni ebből a dologból, ebből a kemó történetből, tehát kezdett helyre rázódni a szervezet. Ugye közben próbáltam intönni a kaját addig, ameddig éreztem valamit is, mert nem úgy volt, hogy egyik nap még érzed, másnap meg semmi onnantól kezdve, hanem így fokozatosan mentek el az íze, és a legtovább a csokoládénak az ízét éreztem, meg ezt a Nutri drinket tudtam inni, mert az is ilyen csokis volt, és annak úgy volt valamennyi íze. Ugye az a gyógy, amiről már meséltem korábban, az energiabomba, és jött a negyedik hét, akkor megint kaptam egy kemó kezelés, sugárkezelés mellett, ugye. Közben megszűnt az a sugárkezelői poszt ott az onkológián, ahova jártam, tehát délelőttönként, és délutáni időpontot kaptam egy másik épületbe, ami azt jelentette, hogy 3 óra 50-kor kaptam a kezelést, tehát tébányáról ugye fölmente, és mire hazaértél, este 8 óra volt néha. Tehát mindegy, ez legyen igazából a legkevesebb, és kaptam a kemót, és a héten, a harmadik nap már olyan szarú voltam tőle, hogy valami szörnyű. Tehát hányásról kezdve minden fiszem faszom jött, amiről előbb is beszéltem, és ugye már addigra enni sem nagyon tudtam, és hát ugye folyamatosan fogytam. Tehát ugye ez nagyon kajálja le az embernek az energiáját. Tehát nem úgy, mint egy fogyókúra, hogy na, egy hónap alatt hisztál egy kilót. Hát itt nem így működik a kemónál. Meg a sugárnál, ugye a kettő együtt azért hozza a hatást. Hát ugye nekem is, ugye a kemónál mondta a doktornő, hogy az, én nem olyan kemót kapok, amitől kihullik a hajam. Mondom, nem érdekel igazándiból, ha kihullik se, csak valahogy gyógyuljunk meg. És mit akartam mondani? Ja, és mondta, hogy a sugárnál, meg ugye így az ízvesztés, meg kedélyállapotvesztés, meg stb. Vagy romlás mellett ugye ott lesz, hogy nem nagyon kell borotválkoznom, úgymond. Meg hogy a nyakam tulajdonképpen kívülről is szétég, úgyhogy tényleg így néztem ki, mint valami hótretkes nyakú valami, mert tulajdonképpen tök vörös barnára égett a nyakam. Ugye ezt kenni kellett, vagy itt kellett volna, minél hidegebbet, rengeteg folyadékot kellett inni, azzal nem volt gond a szódát, vagy a bubis ásványvizet ugye ittam folyamatosan, azért napi 3-4 ideje is volt, hogy megittam. És hát bizony a kemónál, másodiknál volt olyan, hogy éppen mentem föl testre, és összeestem a vonaton, meg ilyenek. Tehát, hogy olyan szinten legyengít, lever, hogy
eszméletlen, tehát hogy senkinek nem kívánom. Na mindegy, hogy annyira túlzottan, nagyon hosszú ne legyen ez a történet. Így a végre meg elmondom, hogy ugye amiért ennyire lebe vagyok, az pedig nem más, hogy ugye 84 kilóról 61 kilóra fogytam, ez alatt a körülbelül 2,5 hónap kezelés alatt, ugye annyi sugárt meg kemót kaptam, hogy igazándiból jó másfél hónapon keresztül szinte semmi más nem bírtam enni, csak húsleves, most már ide végül, meg kifűt vajjal. Minden másnak olyan szörnyű íze volt, és olyan undorító állaga van utána a szádban, a nyálnak, meg mindennek, hogy egyszerűen nincs kedve lenni. Éhes vagy, akarsz enni, de egyszerűen nem megy lefele, mert mindig jönnek ezek a rossz dolgok a szádban. És ugye véget értek a kezelések, lement a nyakamról a daganat, maradt egy pici, és ugye mondta a dokinő, hogy körülbelül 2-3 hét, mire visszajön az íz, és most már jó lenne, hogyha híznék, mert ennek az lesz a vége, hogy bekerül a kórházba infúzióval, töltik belém a kalóriát, meg ilyenek. Többször is említette különben a kezelések alatt is, mindig ellenőrizte, hogy mikor, mennyit fogok. Volt olyan, hogy egy nap alatt fogytam 3 kilót. Tehát, hogy bazd meg, hogy? És vége lett így a kezeléseknek, és mondta, hogy visszautal a Tatabányára, és akkor kérjék időpontot MR-re, hogy megnézzük, hogy ugye mi maradt a dologból, a rákos daganatból, meg az áttétből, ami a nyakamon volt. És hát ugye ennek lesz most még a vizsgálata, majd 4-én kell mennem MR-re, most következő hónapban, és 14-én kell mennem dokihoz. Ugye azt tudni kell, hogy mikor véget ér a sugár, akkor az nem úgy van, hogy na még egy napig az dolgozik és kész, hanem még a 6 hétig dolgozik az a sugár kezelésnek az eredménye a szervezetekben. Ugyanígy a kemónak is, ugye a maga a kemó is 2-3 hétig még utána benne van a szervezetekben, mire kiürül az a platina, meg minden kiszfasz. És itt kezet mosunk. Jó minős hús vízzel, jó minős enni, de úgyhogy most az van, hogy várom az időpontot, hogy elérkezzen, elmegyek MR-re, annak az eredménye egy körülbelül 1 hét, mire megkapja a doki, és akkor ő majd mondja, hogy mi a zörgés, a kis daganattal mi a helyzet, ami még maradt a nyakamba, és hogyha olyan, akkor hogy hogyha műthető úgy van az erekhez képest, meg mindenhez a legben, hogy kibírják enni, akkor ugye ki is veszik, ha nem, akkor gondolom vissza Pest, sugáron még kicsit megkezelik, mint valami rossz joda. Azt ennyi igazándiból. Tehát, hogy így a titok ennyi, hogy ezért vagyok ennyire gebe. Úgyhogy 23 kilót fogytam ez alatt a kezelés sorozat alatt. Hát az ízek még mindig nem jöttek vissza. Néhány apró ízt, ilyen, hogy mondjam, mikor a szádba veszel egy kaját, és akkor így megérzed az ízét, és így elismeri az íze, és utána nincs semmi íze. Ugyanannak a kajának pedig semmit nem csinálták. Tehát az ilyen pillanatnyi ízek most már azért nyitam ott vannak, de még nem minden fajta íz, hanem a csokiból érezni egy nagyon picit, meg a pörkölt, az ízéből érzek egy kicsit, illetve a húslevesből. Most már jobban megy a kaja is, tehát hogy nokedli
pörkölte, vagy tészta pörkölte, ezeket tudom enni, ugye a torkombéget nem nagyon lehet még ilyen atomszilárd kajákat enni. És hát amit mondott a dokinő, ugye, hogy amiről beszéltem korábban, hogy az íz majd visszajön, viszont mert azt mondja, totál szétlőtték a pofának, úgyhogy azért van maradandó része is ennek a történetnek, ez pedig nem más, mint hogy maga a nyáltervelés, ahogy zajlik az ember szájába, na azt úgy körülbelül totál megsemmisítették. Ezért is van az, hogy rengetegszer meg kell állnom, és innom legalább egy-két kortyot, mert ilyen valami habos, száraz nyál marad az ember szájába, de nem sok, csak annyi, hogy pont kiszáradsz, mint a szar, és ilyen habos, tök sűrű, iszélő nyála van az embernek. Úgyhogy igazán volt ennyi a betegség, egy mélysége, de az eredmények azok majd később kerülnek igazolásra, hogy mit sikerült és mit nem. Úgyhogy hamarosan útnak indulunk.